A város prominens cégeinek vezetői gyűltek össze a kereskedelmi és iparkamarában csütörtök délelőtt. A megyei presztízs kiadvány foglalja magában a 2020-as év legjobb eredményeit hozó vállalatokat, az értékesítés nettó árbevétele és a foglalkoztatási mutatók alapján. Az egybegyűlteket Pintér Péntek Imre fogadta, aki az elmúlt év gazdasági mutatói alapján értékelte a megye teljesítményét. Én azt gondolom, hogy a kamarának, meg akik a felelős gazdasági tevékenységet folytatnak, kicsit ennél tovább kell látni, berezdültek dolgok a világban, és a világban megindult egy új tendencia, és az új tendenciának egyik fő iránya az, hogy a járműiparban egy óriási változás várható, és a következő 5-15 évnek ez egy fontos feladata, hogy ezt hogy menedzseljük, hogy menedzseli azok a nagy cégek, akik Magyarországon itt tevékenykednek, és Magyarország ezt az egész dolgot hogy menedzseli. És ezek a kérdőjelek a járműiparban. Az, hogy ki fogja vezetni az autót, az, hogy az autót mi fogja hajtani, és hogy az autóból milyen intelligens eszköz lesz. Remélhetőleg, hogy a következő időszakban jó válaszokat fogunk adni, és ha jó válaszokat fogunk adni, és Magyarország is benne lesz ezekben a válaszokban, akkor bízhatunk abban, hogy a megye gazdasága továbbra is olyan erővel megy tovább, mint idáig. A számokról bővebben dr. Horváth Szabolcs, a NAV igazgatója tartott előadást, aki kiemelte, hogy a 2020-as év bár némi területen csökkenést mutat, aggodalomra nincs ok. Összgazdasági szinten is tetten érhető egy minimális visszaesés. Az előadásomban beszéltem a legfrissebb gazdasági adatokról, amelyek azt mutatják, hogy a tavalyi évet egy nagyon markáns fordulattal az idei évben mind a belpiaci értékesítés, mind pedig a külpiaci értékesítés magas arányú növekedése jellemzi. Így a tavalyi évet, a tavalyi év adatait, hogyha egy tendenciába beletesszük, akkor is az mutatkozik, hogy folytatódott a gazdaság növekedése, mind a belpiacon, mind a külpiacon. Természetesen a gazdasági szereplők ezt eltérően érzékelhették, hiszen azért volt a turizmus vendéglátás ágazata, amely talán nem büszkélkedhet ilyen szép számadatokkal. A járműipar és a feldolgozóipar a megye gazdaságának meghatározó része, mind a foglalkoztatottaknak több, mint a fele, mind az ebből származó bevétel, amely közel kétharmadát teszi ki a megye árbevételének, a megyei gazdálkodók árbevételének, arra utal, hogy erre az ágazatra kell nagyon odafigyelni. A nettó árbevétel tekintetében idén az Audi Hungária végzett az első helyen. A koronavírus járvány bizonyos területeken nekik is okozott bonyodalmakat, de összességében jó évet zártak. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívásokkal rendelkező évet tudhatjuk magunk mögött. Nem csak az elektromobilitásra történő átállás zajlik, a digitalizáció és az ügyféligények megváltozása, hanem a koronavírus járvány okozta következmények is hatalmas kihívásokat jelentenek a vállalat számára. Hatalmas alkatrészellátási problémák vannak elsősorban a félvezetők tekintetében, illetve egy meglehetősen magas nyersanyag drágulás. Mindezek mellett azonban elmondhatom, hogy egy viszonylag jó évet fog zárni az Audi Hungária. Konkrét számokat majd csak januárban tudunk kommunikálni. A sajtótájékoztatón előadást tartott még a Kisalföld főszerkesztője, továbbá Matthias Ebner, a Leyer Hungária ügyvezetője is. Utóbbi cég a kiadvány összesítése alapján a 8. helyen végzett. Az aranyérmes Audit a sorban az SMR követi, a 3. helyezett nem nyilvános, a 4. pedig a Danaher lett.